Eljátszottatok már a gondolattal, hogy milyen lenne, ha egy ősi kincsekkel és szörnyekkel teli templomot kellene kifosztanatok egy elátkozott főhőssel? Esetleg roguelite-okhoz méltóan kemény nehézségi szint mellett, melynek hála a nagy kalandot időről időre előről kellene kezdenetek? Ha igen, a Curse of the Dead Gods határozottan a ti játékotok. Ha viszont nem, még akkor is kifejezetten érdemes lenne adnotok neki egy esélyt. A Curse of the Dead Gods ugyanis az Early Access-ben eltöltött 2020-as év után túlzások nélkül az utóbbi időszak egyik legjobb és legérdekesebb roguelite játéka. Hősünk egy névtelen kalandor, aki csapdába esik a halott istenek templomának mélyén, egy átok pedig a hatalmas, föld alatti épület együtteshez láncolja. Csak akkor szabadulhat, ha sikeresen összeméri erejét a három istenséggel, a jaguár, a sólyom és a kígyó istennel. Mindhárom isten egy saját templom típussal rendelkezik, kalandunk kezdetén pedig eldönthetjük, hogy melyik birodalmába teszünk kirándulást. A három templom amellett, hogy kissé eltérő vizuális megjelenést kapott, más-más ellenfelekkel, csapdákkal és kihívásokkal vár ránk. A választott templom nagyobb, összefüggő termekből és járatokból áll, melyek mindegyike valamilyen típusba tartozik, random generáltak, ezeket pedig néhány kivétellel már előre láthatjuk térképünkön. Minden szakasz teljesítését követően választhatunk, hogy melyik irányba folytatjuk utunkat, ám a jó döntéshez nem árt némi taktika. Döntésünkkel ugyanis komplett útvonalakat vágunk el magunk előtt, és hosszabb távon nem árt jól felmérni karakterünknek pontosan mire is lesz szüksége. Alaptulajdonságai fejlesztésére, új fegyverekre, meglevő fegyverei fejlesztésére, gyógyításra, vagy épp valamilyen speciális bónuszt adó erekére. Már csak azért sem, mert a járatok végén álló oltárok, ahol ezeket a jutalmakat elnyerhetjük, áldozatot várnak a bónuszért cserébe, és ha nem áll rendelkezésünkre elég arany, kénytelenek leszünk véráldozatot bemutatni. A vér pedig szorosan összefügg a Curse of the Dead Gods legfontosabb játékelemével, az átokkal. Karakterünk az életerőn és a csekélykel kitartáson túl rendelkezik még egy romlottság nevű erőforrással, melyet a képernyő jobb alsó sarkában elhelyezett lila sáv jelez, és kalandunk során számos tényező növeli. Például minden új templom rész látogatása során automatikusan kapunk valamennyi romlottságot, de bizonyos ellenfelek támadásai is kifejezetten ezt az erőforrást növelik sebzés helyett. Az oltárok használatáért is lehetőség van újabb romlottság elszenvedésével fizetni, de olyan is előfordul, hogy csak azzal lehet. Ha pedig a romlottság sáv betelt, a következő templom részbe belépés előtt karakterünk kap egy véletlenszerűen kiválasztott átkot, mely attól kezdve komoly hatással van a játékmenetre. Például képtelenné teheti hősünket arra, hogy meggyújtsa a fáklyákat, melyek közelsége és fénye különböző bónuszokat nyújt számára. Megváltoztathatja egy-egy csapda viselkedését, esetleg csökkentheti a kitérő manőverünk hatékonyságát, vagy redukálhatja amúgy is véges kitartásunkat, ráadásul minél több átkot szerzünk, a hatások annál súlyosabbak, míg a legvégső átkoktól hősünk akár folyamatosan veszítheti az életerejét. Ám az átkok többsége rendelkezik pozitív hatásokkal is, melyeket előnyünkre fordíthatunk. Ha például egy átok hatására az ellenfelek tetemei felrobbannak, az nagyon komoly taktikai elemként lehet használni nagyobb tömegek, vagy akár kisebb ellenfeleket respawnoló főellenfelek esetén. Az átkokat vagy csak az adott küldetés végén veszítjük el, vagy a főellenfelek legyűrését követően egyenként. A játékmenetből fakadóan természetesen gyakran el is halálozunk, ekkor pedig visszatérünk a bejárathoz, elveszítjük összes fegyverünket, erekénket, bónuszunkat és átkunkat, majd előről kell kezdenünk az utunkat a procedurálisan újra generált pályákon. Három erőforrás azonban megmarad az egyes próbálkozások között. A kristálykoponyákból különböző pörköket, áldásokat feltünk, vagy a templom bejáratához húzhatunk fel oltárokat, melyek erősebb kezdőfelszerelést kínálnak az alapbozót fágó és pisztoly helyett. A jáda gyűrűkért újabb, a templomban vagy az oltárokon elérhető felszereléseket tehetünk elérhetővé, a főellenfelek lelőlésért kapott tokenek révén pedig egyre komolyabb pörköket vásárolhatunk, és a templomban is egyre komplexebb, bonyolultabb küldetésekre indulhatunk. A játék ugyan rendelkezik pár hibával, előfordulhatnak unfair vagy pont túlzottan könnyű pályagenerálások, esetleg kissé kínosan ismétlődő pályaelemek. A főellenfelek esetén is kellemetlen, hogy szinte mindegyik rendelkezik egy-egy olyan fegyverrel vagy gyengeséggel, melyet ha kiismerünk és kihasználunk ellenük, az lényegesen csökkenti a kihívás szintjét. Viszont ettől eltekintve a Curse of the Dead Gods egy minden tekintetben kiváló, szórakoztató és tartalmas roguelite, egészen fantasztikus harcrendszerrel, mely mindenképp érdemel legalább egy próbát. A fejlesztők eddigi tempója alapján pedig az sem lepne meg, ha később újabb fegyverekkel vagy akár ellenséges istenekkel bővülne a már így is elég széles palettája. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, csengettyűzzetek, hogy ne maradjatok le későbbi videóinkról sem. Ha pedig többet szeretnétek megtudni a Curse of the Dead Gods-ról, olvassátok el cikkünket is, melynek linkjét a leírásban találhatjátok.